Fábio Guerrini vagyok, a MAPEI rugalmas hézak kitöltő és ragasztóanyagok termékfelelőse. Most a MAPEPUR Multi Adhesive G poliuretán ragasztóhabot szeretném bemutatni önöknek, amellyel az építőiparban általában felhasznált építőelemeket, akár a nagy hőszigetelő táblákat is gyorsan és egyszerűen rögzíteni tudjuk. Ez a termékünk ideális megoldást kínál a különféle anyagú felületkiképzésű és méretű nem szerkezeti építőelemek, például hőszigetelő lemezek, gipszkarton táblák, ajtó és ablakvázak, párkányok és hasonlók ragasztására. A hagyományos cementkötésű ragasztókhoz, illetve tubusos kiszerelésű tömítő pasztákhoz képest a praktikus spray flakonba töltött ragasztóhab alkalmazásával rengeteg időt és pénzt takaríthatunk meg. A táblás építőelemek, például a 120x80 cm-es hőszigetelő táblák ragasztásához. Hagyományos, az egész felületen egyenletesen szétterítendő, illetve tubusos kiszerelésű ragasztót is használhatunk. Ez egy gyorsabb, tisztább és költséghatékonyabb alternatívája a kismértékben duzzadó MAPEPUR Multi Adhesive G egykomponensű ragasztóhab. E ragasztó alkalmazása esetén a felületnek csak 30-40%-át kell lefedni függőlegesen, egymással párhuzamosan vagy a videón bemutatott módon felhordott ragasztócsíkokkal. A felhasználásra kész MAPEPUR Multi Adhesive G-ragasztó a praktikus pisztoly segítségével 50%-kal rövidebb idő alatt felhordható, ugyanakkor gyors, hatékony és erős kötést biztosít. Az üregek hő- és hangszigetelésére használt szokásos purhabokhoz képest a MAPEPUR Multi Adhesive G-duzzadása kontrollált. Mivel a MAPEPUR Multi Adhesive G ragasztóhab térfogata kinyomás után csak kismértékben nő, a segítségével rögzített építőelemek nem mozdulnak el eredeti helyzetükből. Az üregek hő- és hangszigetelésére használt hagyományos purhab azonban kimozdítja eredeti helyzetükből az építőelemeket, mivel kinyomás után a nedvesség hatására jócskán megduzzad. Ha két azonos térfogatú vödörbe duzzasztó habot fújunk, azt tapasztaljuk, hogy a MAPEPUR Multi Adhesive G-ragasztó hab speciális összetételénél fogva másodpercek múltán is csak kismértékben duzzad meg, így az építőelemek az eredeti helyzetükben rögzülnek. Ezzel szemben a hagyományos purhab jelentős mértékben megduzzad, valósággal kiömlik a vödörből, így az építőelemek nem az eredeti helyzetükben rögzülnek. A kontrollált duzzadás a MAPEPUR Multi Adhesive G esetében azt is jelenti, hogy a hab belső szerkezete teljesen homogén és tömör, amitől kikeményedés után egyenletesen erős kötést biztosít. A hagyományos purhabok nem biztosítanak erős kötést, sőt, igen könnyen el is válnak a felületektől. A MAPEPUR Multi Adhesive G ragasztóhabban rögzített elemek erősen rögzülnek és nehezen válnak el a felületektől.